Hello mindenkinek, Reject vagyok, és most folytassuk a Gothic 2 Night of the Raven végigjátszását. És ebben a részben... visszamegyünk Corinisbe, azaz elkezdjük az 5. fejezetet. Yeah! Úgyhogy... akkor... már esetleg van valaki? Nagyon úgy tűnik, hogy nincs. Nos, akkor hajrá! Irány Corinis. Fuck yeah! Ezt is megéltem, hogy kipörgettem a 4. fejezetet. Yep. Fuck yeah! 5. felvonás, az indulás. És még rímel is. Nos, akkor... milyen fegyver ez itt nálam? Ez a durva hosszú kard akar lenni? Jaja, ez az. Akkor irány vissza Corinisbe. Először is megkeresem azt a teleport runát, nem tudom, hogy hol van. Kikötő, meg vagy. Ugye nem hiszem, hogy pont oda kéne mennem egyből. Várjunk egy kicsit. Hangárra szerintem nem semmiről se beszélni. Most azon gondolkodok, hogy van valami küldetése, ami fontos. Wow. Amúgy itt benn van most egy újabb csávó. A Mario. Ez a szenya itt. Igazából, hogyha... mágus visztek, mint én, akkor... akarjátok magatokkal vihetitek a hajóra, ugyanis őt megszállta egy kutató, még ha nem is nagyja van írva a neve akkor is. Csáma harad, Brian. Ó, Bosper! Nos, akkor nézzük, kik vannak itt. Regis. Na, Bosper. Na, és hoztam neked pár prémet. Hát az biztos. Even a shadow beast skin. Those are worth a lot. Another huge troll hive. Are you hunting those things down? Whenever I stumble upon one, I seize the opportunity. Good work. Come see me again when you have more. Hey, jó. Te, nem tudsz nekem valami értelmes dolgot eladni? Egyébként, hogyha tényleg, hogyha íjászt víztek, akkor ez a sárkányi íj, ez nagy hasznotokra tud válni, mert az íjhasznomra biztos, hogy nem lesz. Na most ilyen harci, de ez a sárkányi íj, ez tényleg eléggé jó. Tehát még a sima Gothic 2-ben ezt használtam is. Most hát ott úgy voltam, hogy a kétkezes, meg egykezes harc az fúra fölfejlesztve, és azzal a... ugye a lovag voltam, az a szent végrehajtó, vagy nem tudom mi volt annak a fegyvernek a neve. De a lényeg, hogy azzal nyomtam. Ugyebár elkezdés, kétkezés, a fegyverkezés fullom. Plusz még az íjászatot is kicsit fölnyomtam, és annyi ügyességem volt, hogy tudjam használni ezt a sárkányit. De ez a sima Gothic 2-ben volt. Na, akkor... Lord Hagen, hadd jelentsek neked. Kiűztem az ördögöt a bányavölgyből, vagy nem tudom mit mondjak, sárkányokat kiűztem onnan. The dragons are dead. I knew that Innos would give you the strength to defeat the dragon. Where is the orc? The orcs are still besieging the castle in the Valley of Mines. Garand stands no chance of leaving the castle. Damn it! If Garand isn't capable of handling the situation, then I shall have to see to it myself. A few orcs won't stop me. Hi. Not me. I have already informed my men. We are preparing for departure. We shall all go. I shall leave only a minimal guard on that shall be enough then to finally put an end to the orcs. Szerintem, hogyha te most elindulnál oda, hát gyönyörűen meghalnál. Annyit mondok, mert ott amennyi ork van, meg hüllő emberek, golemek, minden mennyiségbe. Hát azért mégiscsak eléggé durva. Csáma, Cedric? Na, akkor nézzünk ide át. Esetleg Lutheróban nem tudok-e beszélni? Ó, 20 darab gyorsaságital. Hatalomgyűrje, erőügyi bónusz.
Mik ezek? Démon szív, kőgolem szív, fekete gyöngy. Igazából legyen nálatok mindenképpen egy fekete gyöngy, mert szerintem jól tud jönni Ildorát csarnokaiba. Egy közös fegyverkezés. Majd később. Az azért mégiscsak jól jönne egy közös fegyverkezés, mint csak 64%. Wombo, és akkor nézzük. Majd csak nem tudok ide leugrani Vátrászhoz. Bakker. Szóval itt fönn nincs esetleg valami ital, vagy valami ilyesmi. Nincs, pedig szokott lenni általában. Na. Wow! Majdnem sikerült leesnem. Jó, tudjuk. Félbeszakítottam kicsit. Jó. The dragon. I knew that you would return safe and sound. However, you have yet to take your great. I know. Then equip yourself well and come to me if you need help. Always carry the eye of Innos with you. Do you hear? És senkem kellene se vettem föl sose. Miért pont most kéne? Érdekes. Na. Kivel tudnék én még beszélni? Nem szerintem most igazából a kolostor az, ami fontosabb. Itt vagy kolostorhoz. Milton, neked jelenteni is tudok, nem? Hogy meghódtak a sárkányok. Jaja. I killed all the dragon. Really? So there's more than a glimmer of hope on the horizon. Now all we have to do is cut off the head of evil. If you have indeed done that, then we shall win the war. Who? Me? You, of course. Who else? Na, akkor ennyi volt, miután beszélni valom. Na, akkor párdán szerintem veled semmire nem tudok tárgyalni. Tényleg, de viszont az ötödik kört már valószínűleg meg tudnám tanulni. Ez a 47 tanulópont csak elég lesz egy-két dologra. Hanem akkor pedig mégis így is úgy is kell majd öldökölnöm egy kicsit. I want to learn the fifth circle of magic. Then enter now into the fifth circle of I cannot accompany you. Jó, tehát már párokat ugye nekem megtanítani a legutolsót. Viszont... melyik lehet vajon az ötödik fejezet, vagy az ötödik körnek a könyve? Ez a negyedik. Ez nem jó. Akkor mondjuk ez. Ez meg a hatodik lesz. Nem, ez az ötödik. Nagy tűzvihar. Démon idézés. Igazából a hatodik kör az, ami nekem nagyon kell, mert ott van a tűzeső. Azzal Istent lehet játszani gyakorlatilag, mert az kegyetlen jó varázslat. Hát ha még rúnában megvan. De azt hiszem 150 mana kell egy használathoz, vagy 200, nem tudom. Démon megidézése. Nagy tűzvihar. Nagy tűzvihar azt szerintem baromi sok manát emészt el. És hát annyit, mint a nagy tűzlabda, de akkor is nem akarom azt megtanulni, ez szerintem tök fölösleges. Most egy hüllőembert nem tudok egy csapással kinyírni azzal. Sehogy, Jorgen. Babeltól esetleg nem tudok valami küldetést kérni. Azt tudom, hogy Niorásznak van egy küldje számomra. Na, mindegy. Darien, nem tudom, hogy ő tud adni nekünk küldetést. Jó. Valószínűleg nem. Párlánnal vajon tudok beszélni? Csak a rúna. Jó, tudom, hogy Innos megvéd engem. Én csak Innoshoz imádkozhatnék most, hogy így emlegetem a nevét. Valószínűleg még... Ja, ez az imádkozás. Nem tudom, hogy ez volt az utolsó, mert már eléggé sokszor imádkoztam Innoshoz. 11-szer lehet ugyebár egy játék alatt. Mert értem, hogyha előről kezdjétek a játékot, 11-szer tudtok imádkozni Innoshoz összesen. Utána csak újra tölti az életerőtöket, valamint így fullra, meg a manátokat is. Na, Pyrokar! I talked to the dragons. What did they say? They kept talking about the power of their master.
and how he settled in the halls of Irdarath. Enos, be with us. Huh? The Black Temple has regained its power and is now sending its henchmen into our world. Huh? What are these halls of Irdarath? The Eastern Invocation Temple of the god Beliar. There are four of them in the land of Myrtana, but this one is probably the most terrifying temple of all. About 40 years ago, the northern and western temples of this horrible deity were destroyed. The brave knights of that time gave their all to raise those mighty constructions to the ground. Back then, the black hordes of the enemy were helpless against the superior numbers and the heroic courage of the knights and paladins. It would have been easy to destroy the other two temples as well, and rid the land of evil forever. But after the second temple fell, they simply disappeared. Disappeared? An entire temple? Yeah, right. The situation is serious. If the halls of Irdarath have indeed regained their power, then it will not be easy to defeat the enemy. For that, we have to find it first. And I think that this will be your next and hardest task. We shall see. Teach me the time for this. Ja, igen, majd miután elkezdjük toborozni az embereket a legénységünkbe, szóval akkor tudjuk ezt megtanulni. All the dragons are dead. That is good news indeed, but it does nothing to change our situation, which seatless seekers still have not left. On the contrary, I hear more and more reports that during these last few days, their numbers have even increased. Killing off the dragons has dealt the enemy a blow, but it did not suffice. We need to dig this evil out by the roots. Itt azért mentek egyet. Nem tudom, hogy mi lesz. Vagyis, hogy hát tudom, hogy mi lesz, de azért mentek egyet, hát esetleg kifogy a játék, hogy ilyesmi. Zardus's book, which was believed to be lost. Where is it? I have been expecting you would ask that, but I fear that it will be... It has been magically sealed. I took it to one of our lower vaults, and even we have so far tried in vain to... That accursed Zardas has played a dirty trick on us. Can I see the book? Be my guest. Mm-hmm. I cannot imagine you being successful where the greatest masters of our monastery have failed. But go ahead and give it a try. Palamon is not going to stop you. Akkor hajrá. Mégis Nioras is útba esik, úgyhogy akkor ugyebár erre van a kolostor pincéje. Egyébként egy igencsak rejtélyes dolog lesz majd erre. Nioras először is mindenek előtt. Ja, és neki ugyebár van egy csodálatos küldetése. You seem to have worked up a sweat. Yes, I'm completely exhausted. For days I've been trying to get this confounded concoction to work. I just can't do it. What kind of a potion is that supposed to be? I bought the recipe from a traveling salesman. It mentions some... Áros, nem inkább áros. Na jó. I'm not sure if this potion really does anything, but my thirst for knowledge impels me to continue. Na, akkor nézzük. The recipe says something about a dragon egg. Of course, I don't have one of those things. So I've been trying to simulate that ingredient. However, with little success thus far. If one of those things should ever roll across your path in some cave, then think of me. So what are you using instead of the dragon egg? Believe me, you don't want to know. Hát, inkább nem is gondolok bele, hogy miket. Egész véletlenül pont van nálam egy. Just wait. Yep. Here, I've got a dragon egg for you. You're trying to pull my leg. It's real. I hadn't thought it possible. Where did you find it? I'd rather keep that to myself. Excellent. What do you want for it? Az itt abból, ha elkészül. Plusz a erőt ad, ha jól emlékszem. Alright, but as I said, I have no idea what will come from. Come back later when I have finished. Ja, egyébként megszólít minket. Azt hiszem csak egy nap lesz a késetetési idő ebbe. Na.
Palamon. I can go through. You are not permitted to go further. Turn back. Pyrokar says I'm allowed to examine Zardus's book. So he says that. All right. Az alkimista asztalnál. És az alatt alkimista asztal. Ez? Nem. Akkor ez? Ah, itt van Jödrek csarnokai. Na, akkor nézzük. Ha. Nos, igen. Ez a szívás. Yeah. Ah, itt mentek egyet. Csak mert olyan jó itt benne állni. Na, akkor ideje menni Szárdászhoz. Ugyanis ezt nélkül nem fogom tudni kinyitni. Jaj, 8-ason van, nem a 10-esen. Ah, Lester, ciao. Where's Zardas? He's gone. And he left these demonic beings behind in his tower. Huh? I think he doesn't want anyone sniffing around his tower in his absence. Where did he go? He didn't say. He only asked me to give you this letter from him. I read it. Sorry, I was curious. And? No idea. I didn't understand a word, man. But one thing's clear to me. We won't see him again anytime. I think things just got too hot for him. And he headed for the hills. Hát, érdekes. Ja, amúgy még egy sárkány tojást találtak, hogyha ide lejöttek a völgybe, ugyanis itt lenn van egy nagy csapat hüllember, és egy sárkány tojást őriznek, hogyha a sárkányvadászt vittek, akkor az összes barlangban van sárkány tojás és hüllőemberek, minden mennyiségbe. Ezt így most elmondom nektek, mert én imádok sárkányvadászt vinni és zsarálni a hüllőembereket, mert mondjuk így nagyjából 3-4 ütéssel kinyírok egy hűlő embert, amikor már 100%-on van ugye az egykezes kard nak a kezelése, és eléggé jó érzés így darálni őket, akár mekkorát is sebeznek rám. Lovakként meg egy halom orkkal kell megküzdenetek, úgyis mindenhol orkok fognak tanyázni itt a városba, és mészárolják le az embereket. Most én nem a városba, hanem itt a szigeten. Mi ez? Egy üzenet. He? Yes, Saturas. Ja igen, ez volt az az... Várj csak ezt vissza is nézem. Hagytuk a tábort, most éppen a végre lehullott felkeső pusztítás központját, talán megtaláljuk ott a válaszokat, melyeket ennyi éven keresztül kutattunk, csak Adanos a megmondhatója, utunk hová vezet ezután. Adanos velünk van, Saturas. Yep. Miért legyek mérge a nagy francot? Nem is pályrok. Itt van, Sardas levele. Azt feltételezem, hogy bánya vagy belévő sárkányok egyike a gonosz erőforrása. Tévedtem. Ha minden úgy történt, ahogy feltételezem, te most Irdorák csarnokait fogod keresni. Nem volt semmi szád ez. A könyvben, amit Pyrokának adtál, minden utalást megtalálsz, amire szükséged lesz. Világosnak kellett volna lennie számomra, miért akarták a kutatók megszerezni. Újra meg kell szerezned a szavak, szarákben tárdók fogják kinyitni. Ne áruld el őket senkinek. Most fontosabb dolgokkal kell foglalkoznom, nem tudok neked a legutolsó feladatban segíteni, csak te tudod a gonosz forrását legyőzni, még viszont látjuk egymást. Sardas! Fuck yeah! Nos, akkor nézzük. Sarek Bandardo. 1000 XP? The book's open. There's a letter and a key hidden inside. Gyűrött levél. A lámpa fényt hoz az alsó régiókba. Em meg mi? És így elrejtettem a könyvtár bejáratát egy titkos ajtó mögött, hogy védjem a Beliár templomáról szóló jegyzeteimet. Ha hittestvéreim tudtak volna feljegyzések létéről, ezek az elvakult hülyék biztos mindet megsemmisítették volna. Most már csak annyit tudnak, hogy ez a templom egyszer létezett. A biztonság kedvéért megidéztem néhány szolgált a könyvtár védelmére. A kulcs az utolsó ajtót nyitja. Az a pár szolga, vagy Csonti, vagy Témom. Mindegyiket rühellem. Hát mindesetre én nem örülök neki.
Ja, ugyebár most nincs benne a kolostorba való teleport. Wow. Hajrá! Na, ki tudtam nyitni ezt a rohadt könyvet. Na, pályrokár esetleg. Meg tudom neked mondani, hogy kinyitottam ezt a könyvet. Yep. I've been able to open Zardus's book. What? How did you do that? It well nigh drove me to despair. Just dumb luck, I suppose. Don't talk nonsense. Luck? When not even I succeed in opening the book, and then someone like you comes waltzing in, that gives me something to ponder about. Anyway, since you were obviously the only one who was able to open the book, then may it be granted unto you to carry it, at least until we have weathered this crisis. The book mentions a secret library. Whatever are you talking about? A library beneath these walls here. Does that ring a bell? No. Where is that library supposed to be, did you say? I see. You have no idea. Hát igen, ez tény. Tényleg halványra gőze nincs, hogy miről beszélek itt. Nem is véletlen, hát Sardas az nem tudom, hogy hány évvel ezelőtt rejtette el azokat a dolgokat. De akkor még nem Pyrokár volt a főmágus. Valószínűleg akkor nem is tud róla semmit. Nos, akkor... mit is írt az a kis papír? Mindegy, majd hogyha odaérek, megnézem. Ciao, Talamo. Ha, nos, akkor nézzük meg. Gyűrött levél. A lámpa fényt hoz az alsó régiókba. Ez érdekesen hangzik. Lámpa. Oh yeah! Ez a XP, meg bárkié. Nos, akkor itt igazából készüljetek föl, mert lesz egy halom démon, meg csontváz. Ez eléggé sok ellenfél lesz itt len. Mi ez? Félelem. Energiacsapolás. Hát ez szerintem sok hasznot ennek úgyse venném. Mik vannak erre? Tánerákolók. Bloodwing feje. Na jó, nem egészen ezekkel kéne szórakozni. Tényleg, hogyha mondjuk átalakulok farkassá, vagy úgy egyszerűbb lesz az út? Vagy pedig szépen nekem jönnek a csontvázak ott lent. Na, akkor nézzük. Csak már nem tudom, hogy ezek a csontik megtámadnak-e egy farkast. De elképzelhető. Igen. Erősen elképzelhető. Hát akkor ez van. Hát akkor mivé alakuljak át? Na, talán az lesz a legjobb, hogy semmivé. Talán esetleg megidézek pár darab szolgát, aztán én is benyomulok. Na, az lesz a legjobb megoldás. Na, gyertek! Wow! Ez meg... Az jó csontvázat kard annyira ki. Na jó van. Úgy tűnik ezeknek sok hasznát úgyse tudom menni. És ez csak egy csonti volt. Szóval akkor erről le is mondhatok, hogy goblin csontvázakkal fogok véget vetni ennek. Akkor azt mondja... tényleg nincs manám. Na mindegy.
Esetleg ezzel tudnék valamit csinálni. Na, akkor mana reload. Hát igazából ez itt nem túl egyszerű rész, hogy őszinte legyek. Hát amit láttatok, tényleg eléggé brutálisan sokan lesznek itt. És egyébként itt ez a kis szoba, ami számít. Hol van mágus? Itt vagy? Nem? Az a rohadt. Ez nem vicces. Nagyon nem vicces. Hát ebbe bizony halál lesz. Jaj. Szóval akkor, mit is kéne csinálnom? Mondjuk, ha most támadt egy ötletem. Gyorsaságital. Ó, hát te meg. Áú, mibe szorultam be? Ó, Isten. Wow. Ez nem vitt? De már megint beleszorultam ebbe a rohadt csontiba. Ez nem vicces. Au. Au, au, au. Fuck, beszorultam ebbe a rohadt falba megint. De már, de mi beszorulok be? Azt mondja már meg valaki. Melyik volt az? Ez volt az a mentés. Vagy valahogy így kéne csinálnom. Tűzesöm, ha jól emlékszem, nincs. De viszont... egy jéghullámom az van. Ez kicsit érdekesebbé tenni a dolgokat. Vagy vihar esetleg? Megpróbálom ezt. És egy gyorsaságital ismét. Na, ugyebár 10-esen volt a vihar. Hát ez kicsivel kisebbet sebez egyébként. Wow! Gyerünk már! Nem fogsz ide idézni nekem semmit. Ezt neked. Semmi nincs nálad! Mindegy, nem érdekel. Az a rohadt csontváz mágus. Na, akkor. Rolytás két közösek. Egyébként csak még több csontváz lesz erre, szóval tényleg nagyon készüljetek rá erre a helyre. What the fuck? Mami? Na jó van ám! Nem pont ez volt a legmegfelelőbb varázslat ide. De ez van. Amúgy most ugyebár ott benn van egy halom démon. Jep, ha jól emlékszem, 3 összesen. Hú. Nos, vajon mennyit érek ez ellen? Ez. Ott maradt, ugye? Akkor nézzük. Nem ez. Ez most komoly? Mi is mennyit sebeztem én erre? Hát oszt a rohadt életbe! Demon Lord! Ez durva volt! ez tényleg brutál. Jaj, nem egyes, hanem négyes. Mondjuk. Ez. Oh, fuck, nem tudom a maximális erejét használni. Nos, akkor nézzük. Hát, esetleg valami összejön. Baf! És telibe találtam, de... Pedig akkor is kinyílt titeket, ha beleszakadok.
És telibe találom. Na jó, még a végén tényleg ehhez kell folyamodnom. Tök király, nem látom az életerejüket, ennél maradok, hogy lődözöm őket ész nélkül. Még az a jó, hogy ide beszorulnak, mert amúgy tényleg esélyem nem lenne. Gyerünk, baby! Dögölj meg! Gyerünk! Tudom, hogy menni fog. Jaaah! Ez egyáltalán sebzi? Mert szerintem egyáltalán nem. Jaaah! Itt tényleg csak így tudom megnézni. Wow! Na jó van, tényleg valamit most már ki kell találnom, mert ez így nem vicces. Nem ez? Goblin csontváz mondjuk. Csak segíts, léci. Gyerünk! Hajrá! Csak eltalálom, így időnként. Amúgy az a baj, hogy a goblin csontvázomra célzok, de annak ellenére a démont állom telibe. Aki mögötte áll. Na, valahogy tényleg már meg kéne ölnöm ezeket. Ez így nem vicces. Mik vannak itt? Szerintem energiacsapolásra sokra nem megyek. Na, goblin csontvázkák. Wow! Ja, végig kinyírnak engem. Wow! Nagyon morcos ez a Demon Lord itt. Hát tényleg majdnem meg is ölt. Na jó. Inkább visszatöltöm valahogy az előző mentést. Már ez kegyetlen, hogy mennyi manát elfogyasztottam már, és... szerűen semmi haszna nem volt. Viszont erre most kíváncsi leszek. Mondjuk negyed életerejét veszi le. Na, az is jó. Hát, ennek nagyjából 5 darab ilyen kell. A Demon Lordról nem is beszélve. Annak még ennél is több. Uáh. Bakker, ennek mennyi manak kell, hogy egy ilyen túrágja magát az ember? Jaj. Gyerünk, baby. Dögölj meg! Nem döglött meg. Francba. Ups, nem egészen ezt kellett volna innom. Most itt tényleg az ilyen, hogy állja magát túl az ember? Valahogy csak meg tudom öveni. Biztos van rá mód. Úgy tűnik ez az egyetlen. Level up! Yeah! Egyébként abba a szikla erődbe, vagy nem tudom minek mondjam, egy ilyen démon van, szóval nem véletlen nem mentem én oda be. Demons. Hát ez két nem úgy nagyon sebezne egy Demon Lordra. De nincs más választásom. Hát tényleg ez az egyetlen egy variáció van. Meg most mondjuk, hogyha íjjal szépen nekiesnék, nem is tudom használni az íjamat, az a legszebb az egészbe. Milyen varázslataim vannak nekem itt? Kis tűzvihar, nagy tűzlabda. Ezekkel sokra nem megyek. Talán a gólem idézéssel. Most tényleg ez a... nincs más választása, mint gondolkodni ezen a kérdése, hogy mi lenne a legjobb. Gyerünk, baby! Adj neki! Azt a rohadt mégis ennyi életerej ment le! Láthatok, kb. 1 centi életét vettem le, aztán már szarrá vertem. Ne! Gólem! Gólem! Miért? Az a rohadt... Na jó van, most... dühös vagyok rá, Demon Lord. Még az FPS-em is dühös rád, és leesett. Gyerünk, baby!
Nyírjátok ki! Mindent bele! Ez mi ez a dördög porrázúzása? Ez nem tudom, hogy mire lehet, jó? A nagy tűzvihar. Szerintem hozzá sem mennék túl sokra. Gyerünk, baby! Öljétek meg! Ó, már kettő démon is rajtuk van. Nem áll. Valahogy csak meg lehet ölni. Biztos van rá egy út. Pedig több idézésem nincs. Még goblin csont az, de hát azt már tudjuk, hogy semmit nem ér. Aludj, kicsi ördög. Aludj. Persze ez nem alszik. A francba. Akkor mik vannak még? Mondjuk ez? Ez nem hat rá! Még ha élőhalott lenne, akkor talán lenne esélye ellene, de így... Talán a tűzesővel érni kellene valamit, de szerintem még azzal sem lenne egy hit. És hogy egy varázstekes nem lenne elég neki. De egyszerűen annyira szívás. Félelem? Tényleg félelemmel vajon? Vagy ezek nem immunisek a félelemre? Oh-oh! Segítség! Hát nem sok életerejét viszi, de semminél több. Na jó van, szerintem itt most vágok egyet, mert ez sokáig fog tartani. Ez az, már nem lehet sok életereje. Csak nem! Hát én úgy örülök. Ennél jobban örülni nem is lehet. Mi van nálad? Gyógy elég szív, van elég szív. Démon idézés. Ha, ez érdekesen hangzik. Démon a démon ellen? Hát nem is tudom. Viszont arra kíváncsi vagyok, hogy a félelem varázslat hat-e rájuk. Na jó, kétlem, hogy ötösével kéne fölnyomna az életerőmet. Manáról nem is beszélve. Na, akkor inkább még egyet mentek. ez... Úgy örülök, hogy hitottam nyíni ezt a rohadt Demon Lordot. A félelem tízes. Ciao! Öcsém, még így is marha sokáig tart. Te rohadt démon, te még a sárkánynál is idegesítőbb vagy. Ez az, szorulj csak be. Amint hogyha láthatjátok, helyenként még egy millimétert sem viszek lenne kiütésenként, szóval van olyan, hogy nem is megy le életereje egy ütésemkor. De legalább sebződik. Akkor már most elzsibbadt a kezem, hát még egyet megölni. Demon Lord pedig még ezeknél is durvább. Há? Itt vagy, démon. What the fuck? Hát ez meg... Ennek elvileg nem kéne megütnie. Hát erre is ráment elvileg a félelem. Beszorult. Már megint. Rettek tőlem, te rohadt démon. Ez az. Végre bejött. Rohadt démon. Inkább ragadj be valahova. Most legalább már nem zsibbad annyira az ujjam. Bár mondjuk fog, mire ezt ismét lecsapkodom. Ah.
Fú. De undorító egy lény vagy te. Gyerünk. Gyerünk. Dögölj meg. Légy szíves. Szépen kérlek. Ah, bakker, ez durván, mint gondoltam. Gyógykimaradt van elixír. Egy ital. Poros könyv. Először is nézzük a poros könyvet. Végsikült ide bejutnom. Nem, ez Cornelius naplója. Nem. Hol az a rohadt poros könyv? Mindegy. Inkább itt mentek egyet. Ki tudja, kifagy a játék, mikor kinyitom azt a rohadt könyvet, mi fog történni. Na, most már biztos vagyok benne, hogy ezen építmény csetében Ildra csarnokairól van szó. Esetében, nem csetében, bocs, csak olyan érdekes az elbetű ott. Na, pillanatnyilag egy szigeten található, nem messze Corinis kikötőjétől beljár érdeklődése az értbányák iránt egyre nyilvánvalóbb lesz. A jelek egyértelműek, ha az egyetlen jön, minden segítségre szüksége lesz, amit adhatunk neki. Beliár túl erős, sikerült néhány nagyon értékes tárgyhoz hozzájutnom, és minden eshetőségre számítva itt lent fogom őket őrizni. Feltételezem, hogy a kiválasztott a mi sorainkból fog kikerülni, és ezért írtam neki néhány tanácsot az évkönyvbe. Most már biztosan tudom, nem tartóztathatjuk fel a sorsot, amint Beliár elég erősnek érzi magát, fel fog emelkedni, és a világ uralmára tör. Meg kell találnom az egyet lent, különben elvesztünk. Há? Erről a könyvről beszélt? Évkönyv. Biztos ez az. 1000 XP, hohoho. Remélem, hogy a kupola megóvja az értett Beliár elő. A király eléggé együgyű ahhoz, hogy azt higgye, a kupolát a szökések ellen emeljük, hopp. De amíg ezekkel a tanácsokkal elérjük a magasabb céljaink, addig nekünk is így jó. Remélem, marad elég időnk felkészülni a harcra, amit elkészül a kupola, a bányavölgy körül. Megpróbálok minden rendelkezésre álló erőmmel a harc kimenetelébe beleavatkozni. Pontosan az utasítás szerint rácsepegtettem Innocentelt vizét egy nyers rúnakőre, és összeillesztettem a rúna asztalon. A rúnakő tönkre ment, azt hiszem ehhez a varázsigéhez valóban csak az egy férhet hozzá. Majd az az egyetlen, the one. Innocent auráját átadtam a kolostor kincstárának, mostantól a kolostor vezető fogja őrizni, addig a napig, míg az egyetlen szíre lép. Lehet, hogy Inosz könnye nagy szerepet fog játszani a küszöbön álló harcban, mégis veszélyes lenne szabadon hagyni. Itt a könyvtárban fogom elhelyezni. Igen, ez az Inosz szent aurája, az kérem szépen az, ami nekem kell. Pontosan az az... Nothing there. Ja, nézzük azt a csodálatos térképet. Melyik az? Itt van. 2000 XP. Egyébként, hogy itt az a hajó ott a jobb alsó részén. Szóval az a hajó ott a jobb alsó felén. Azt kérem szépen. Várj, nem ez. Gyorsan egy M betű. Ha láthatjátok, ott a bal felső sarokban van egy hajó. Az ugyanaz a hajó, mint ami Ildred csarnokainál. Az ott. So that's where you're hiding out. Damn far away. Hát ja. Need a ship to get there. Hát igen, nem lehet csak simán átúszkálni. Hogyha a lovagot víztek, akkor hogyha megcsináljátok azt az utasítást, hogy egy rúnakőre Innosz könnyeiből csöpögtettek, akkor ennek a falnak a túloldalán fogtok termedni, és egy lovagpáncélt fogtok itt találni, ami a legdurvább. Tehát ami Lord Hagennek van olyan lovagpáncél. Bakker, mennyi rohadt kőtábla van itt. Mik vannak itt? A kolostorhoz. Ó, hát ez csodálatos. Mindenesetre túléltem a könyvtárat. Yeah! Hey, I heard you spent a long time in the monastery cellars. What did you find out?
I know now where the enemy is hiding. It's a small island, not far from here. Mm-hmm. This is our big chance. We have to set out at once, and have you talked to Diego about it? I think he would want to accompany you. What about Gorn? Mm-hmm. Talk to him. I heard that he has returned from the Valley of Mine. And don't forget Lester. If you don't drag him out of his valley, he'll rot there. I also know my role in all this. I can increase your mana and be helpful in constructing runes once we face the enemy. When do we start? Mushed. Welcome aboard. We should meet at the harbor. Wait for me there. Good. Mm-hmm. I'll be there when you're ready. Yep. Where shall I ask Jorgen? Ja, jó van. Akkor Jorgen. Igazából, hogyha azt akarjuk, hogy Jorgen legyen a kapitányunk, akkor Sardas tornyát ki kell pucolnunk, amiben kettő Demon Lord van, meg ez azt hiszem kettő szimpla démon. Azt hiszem összesen ennyi démon van ott. Tehát azért meg kell küzdeni, hogy ő legyen a kapitányunk. Torlof is akár lehet a kapitányunk, de viszont Bányavölgybe el kell menni, hogy kinyissuk a kaput, hogy az orkok bejöhessenek, és végre eldőljön a harc. Ezt a küldetés adja nekünk Torlof. Viszont a legkönnyebb az Jack. Vele pont nem beszéltem, de ráír, hogy őszinte legyek. Ugyanis van egy bandit, vagy egy bandita torony? Egy világító torony, amiben banditák vannak. Azt hiszem 3 vagy 4 darab ilyen bandita, de ilyen 300 XP-sek, szóval nem olyan nagy cuccok. Na, az a lényeg, hogy azokat a banditákat ki kell onnan pucolnunk, és miután ezt megtettük, már a kapitányunk is lehet. Ugyanis Brian átveheti a helyét, ugyebár mert ő befejezi a tanonc éveit. Nos, akkor ment is. Yep. Teach me the last circle of magic. A lot of time has passed since you have entered the bond with the Fire. Az a sok, az kb. 2 hét. You are the chosen of Enos. Therefore, you will need all your... I shall now consecrate you. You can now learn the magic formulas for the last circle. Oh, and one more thing. It took me a while to recognize you. You got that letter from me back when they threw you into the barrier. Pontosan. You spared me the judges blathering that way. And you are the chosen of Enos. Receive now my blessing, O chosen one. Enos, light of the sun and fire of the world, bless this man, your chosen servant. Give him courage, strength, and wisdom to follow the path which you have ordained for him. Yep. The prophecy mentions the sacred aura of Enos. The aura of Enos is an amulet which only the greatest magicians of an era are destined to. Az az én, haha. What sort of amulet is that? They say that Enos himself forged it and gave it as a present to humankind. Mm-hmm. It protects the one who wears it from all kinds of damage. Can I have it? What? What do you want to do with that? Go up against the dragon. Yes, of course. I shall give you the amulet, but handle it with care. Yeah, sure. I do not wish to buy it back from a merchant later. Use it well, and may Enos guard you at all times. Yeah. Na, akkor. Yep, yes. What are the tears of Enos? The tears of Enos are nothing but an old child's tale. It tells of how the battle between Enos and Beliar started at the beginning of time. Hey, I found this potion. That cannot be. I cannot believe it. What's the matter? If these are really the genuine tears of Enos... Hardly. Do not interrupt. If these are the real tears of Enos, then we have a powerful weapon against the enemy. Yeah, Johanzik. What do you mean by weapon? Legend has it that under the influence of this substance, the warriors of Enos were able to perform almost superhuman deeds. They were immune to all kinds of exhaustion and had the strength of 2 bears. The greatest heroic feats of the olden days were only made possible by the tears of Enos. I understand. But the tears can bring suffering and death as well. Only the members of our order may drink this draft. Hmm.
Anyone else, even the paladins of our lord, would face a cruel death. Igen, ezért jó mágusnak lenni. Haha. So what are the tears of Innos? When Innos realized that he had to fight Beliar, his own brother, in order to preserve creation, his sorrow was great. He started to weep, and his tears fell down onto the world. There were many of them, for his heart was so full of grief that he wept for 13 years. Miért pont 13? Ez annyira érdekes. Found his tears and tasted them. Were filled with supernatural strength and clarity. They recognized the wisdom of Enos's creation and began to serve him. They were the first members of the community of the fire. The tears gave them strength, courage, and wisdom. But that is all very long ago. And it's been more than 250 years since anyone last set eyes on a tear of Enos. Yep. I know where to find the halls of Irdarath. The temple is on an island. I found a nautical chart which shows the way. That is great! Then you will need a ship and a crew in order to face the enemy. But remember, you need to be well prepared if you want to vanquish the master of Irdarath. Where can I find a crew? Your crew should consist of men you can talk to your friends. And think about who could be useful to you. You are going to need a magician as well. But alas, I cannot spare a single man from the monastery. Hát pedig miért tanítom? You have to ask a magician who is not working within the monastery. Nem akarom Jorgent magammal vinni. Good news. The roadside shrines have been purified. The strength of youth, you may once again make your donations to Enos. Kóra nincs semmi küldetés a szerpentnek? Vagy szerpentesznek? Hát érdekes, érdekes. Na, akkor... Tűzeső! Aztán nagyon meg akarom tanulni. Mert kíváncsi is vagyok rá. Igen, amúgy Innos könnyeit azt megihatjuk. És akkor tényleg eléggé brutálisan erősek leszünk. Meg Innos isteni auráját megkaptam? Vagy nem? Innos isteni aura. Bármilyen felsebb. Várj, csak most megnézem. Mekkora védelme van? 107-es védelmem van mondjuk most így ezek ellen. Sajnos most föl kellett bontanom a szettemet. Ez már brutális egy aura. 20-as védelmet ad csak? Na ne szívas. Hát ez van. Nos. Mintha itt valakit láttam volna. Ugye ez a tűzvizsga. Nem, 6. kör. Valószínűleg ez lesz a 6. kör. Jep, tűzeső, halálhullám, sötétség hadserege. Hát ez a 4 legjobb varázslat természetesen. Tűzeső, szurok, kén, lángnyelv. Van nekem lángnyelvem? Na mindegy. A következő részben, hát még jó sok dolgot el kell intézni. Szóval, addig is, hogyha esetleg kérdésetek lenne, vagy egyéb tippetek, hogy hogy játszom a játékot, akkor írjatok ide alulra egy kommentet, vagy YouTube-ra egy levelet, vagy például az e-mail címemre egy levelet, amelyet a leírásban találhattok. Sziasztok!